Tüzérségi lövedékek, robbanása, katyusáka vagy sztálinorgonák, orgonák, azaz rakéta sorozatvetők borzalmas hangja szólal meg a Pákozdi katonai emlékparkban található eredeti lövészárokban. A Kiket Öröki Hazavárnak című program a Várkert bazárból ide került első és második világháborús szobrok árnyékában, szinte sokkolóan test közelbe hozza a történelmet. Szerencsére itt van egy eredeti második világháborús lövészárok, és ehhez készítettünk egy olyan 30 perces kültéri tárlatvezetéssel, szinkronban levő hanganyaggal és hanghatásokkal kiegészített anyagot, amely érzékeltetni próbálja azt a fájdalmat, azt a nehéz körülményeket, amelyek a Donnál harcoló katonahőseinket fogadták, várták és ahol teljesítették a szolgálatukat. A téma érzékenységre és tartalmára tekintettel a programon javasolt életkor a tizedik betöltött életév a hanganyag tartalmaz korabeli eszközökből szóló hangokat is. Katyusától kezdve a halckocsi lövésű a robbanás hangokon keresztül. Ezek nem bántóan hangosak, de azért szeretjük a biztonságot, ezért felhívjuk a látogatóink figyelmét. Elsősorban tíz év felettieknek javasoljuk. Bár egyébként, hogyha valaki, szülő úgy gondolja, hogy az ő gyermeke már 6-7-8 éves korában is érett erre, természetesen őket is szeretettel várjuk. 1943. január 12-én a Vörös Hadsereg jelentős számbelés, technikai túlerőben lévő magasabb egységei elsőprő erejű támadást indítottak a második magyar hadsereg létszámban és felszerelésben is sokkal gyengébb alakulata ellen. Ezzel vette kezdetét a második magyar hadsereg pusztulásával végződő véres ütközet, ami a Donkanyari tragédiaként él a magyar emlékezetben. A második magyar hadsereg pusztulása a magyar történelem legsúlyosabb katonai veresége, a 207.500 fős személyi állomány csaknem kétharmada. 143 ezer fő került a veszteség A kültéri séták egészen január 29-ig zajlanak péntekenként, szombatonként és vasárnaponként. 10 és délután 4 óra között minden egész órában indul a program.